Köszönöm a felkérést, és esküszöm, Bárci Istvánnal nem beszéltünk össze, de nagyon-nagyon kapcsolódik az én előadásom az övéhez, ugyanis hát egyébként hasonló a téma is, nyilván a környezetközpont irányítási rendszerről szól. Viszont én kiemelném a hatáselemzést és az életciklus szemléletet ebben az előadásban. Hát nagyon sok mindent akartam elmondani és bemutatni, hát viszonylag rövid az időm, úgyhogy lesznek olyan diák, amiket átugrunk nagyjából. És olyasmire akartam vállalkozni, ami gyakorlatilag nincs megoldva ma sem még teljes körülön. Tehát nincs egy olyan egységes rendszer a hatáselemzésre és az életciklus szemlélet bevezetésére a környezetközpontú irányítási rendszerben, ami igazából nemzetközileg elfogadható lenne, vagy egységes lenne. De mégis megpróbálkozom ezzel, vagy próbálok hangosan gondolkozni arról, hogy közösen milyen megoldást lehet esetleg majd elérni. Tehát én a CERT Union Hungary Kft.-t képviselem, itt vezető auditorként dolgozom, de mindjárt bemutatkozom részletesebben. Hát ami itt releváns a környezetirányítással kapcsolatban, hogy van egy környezetirányítási szakértői diplomám, egy agrármérnöki diplomám, egy jó pár szabvány szerinti rendszert auditálok, illetve tanácsadóként dolgozom. Úgy is mondhatnám, hogy már igazából menedzsment rendszereket fejlesztek és integrált rendszereket fejlesztek, vagy optimalizálok, és 21 éve csinálom ezt a szakmát, előtte pedig informatikai cégem volt, ahol rendszereket fejlesztettünk, szintén csak más formában. A tevékenységem tanácsadás, oktatás, és dolgozom, mint szakértő az akkreditációs hatóságnak is több mint 3 éve. Még a kompetenciához pár szakmai terület, ahol dolgozom, nem is érdekes különösebben, és visszamenve az előadás szerkezetére, itt megvan keverve a dia. Tehát amit említettem, szeretnék beszélni a hatáselemzésről. A hatáselemzés jelentőségéről, de erről már hallottunk Istvántól egy nagyon jó összefoglalót. Mutatok egy olyan példát, amit általában el szoktunk fogadni az auditokon, vagy nem fűzünk hozzá különösebb fejlesztési javaslatot. Aztán beszélek arról, hogy a szabvány mit is vár el tőlünk alkalmazóktól, hogyan illeszkedik ebbe az életciklus elemzés, az LCA megközelítés, és egy teljesen szubjektív példát szeretnék bemutatni, csak a gondolkodtatás lenne a cél, hogy legyen egy kiinduló pontunk, hogy mire is számíthatunk a jövőben, vagy közös munkával honnan kellene elindulnunk egy helyes környezeti hatáselemzés megalkotásához. Tehát ugye azzal kezdeném, hogy mit akar tőlünk a környezetirányítási rendszer, vagy mit takar ez tulajdonképpen. És erről is volt már szó István előadásában. A célokról akkor itt most nem akarok nagyon beszélni. A szabvány több helyen kifejti, hogy mi ennek a rendszernek a célja, és mi a feladatunk. Ugye ami nekem itt alapvetésem az, hogy mérjük meg a tevékenységünk környezeti hatását. Mit is jelent ez tulajdonképpen? Hogyha az én vállalatom nem lenne azon a helyen, ahol van, akkor nélkülem milyen lenne a környezet? Tehát nekem a tevékenységem milyen pozitív vagy negatív hatásokat jelent a környezetre? Ezt szeretném, ha meg tudnánk mérni valahogy. Miért fontos ez? Mert az egész környezetirányítási rendszer arra alapul, hogy milyen környezeti tényezőimnek milyen hatása van a környezetre. És ha ezt nem tudom rendesen megmérni, akkor nem tudom igazából megfogalmazni a környezeti céljaimat, nem tudok programokat hozzátenni, amelyek hatékonyan javítanak a helyzeten, és itt utalnék a környezeti teljesítményre. Tehát magyarul az egész rendszerem megfelelősége megkérdőjelezhető. Van-e értelme akkor működtetni a környezetirányítási rendszert, hogyha nem jó a mérésem, amire az egész rendszer alapul? Mi kell tehát nekem? Kell egy olyan metódus, egy metodika, amely jó hatáselemzést eredményez, és ez alapján, mondjuk egy Pareto elv alapján, rangsorba tudom helyezni a környezeti tényezőimet a hatásuk alapján. És ezután tudok ezekre célokat megfogalmazni.
Ugye az Európai Unió is kinyilvánította a mérhetőség elvét, tehát ez nem magyar sajátosság, ez az egész világon követelmény. Mint említettem, több auditor szervezetnek dolgozom, mint auditor, akkreditálok is, tehát elég sok irányítási rendszerre látok rá, sőt, oktatási rendszerekre is, és összességében a rendszerekkel elégedett vagyok, de a hatáselemzés része, ahogyan István előadásában is ez előjött, a kockázatértékelés rész, hatos fejezet, ott van a legtöbb probléma, és én is ezt emeltem ki. De egyébként a cégek, ahol voltunk, felkészültek voltak, jó volt a szervezet környezetének felmérése, az érdekelt felek igényeinek meghatározása, általában jók voltak a dokumentációs anyagok, viszont amivel probléma volt az életciklus elemzés, nagyon nehezen volt tetten érhető, a hatáselemzések eddig sem voltak, a régi szabványban sem voltak erőssége a rendszereknek, ez továbbra is gyakorlatilag probléma. A folyamatelvűség számomra meglepő módon nagyon jó szerepelt, a teljesítményértékelésekkel sem voltak komoly gondok, de az nálam is megvolt, hogy a vezetőségi átvizsgálások bizony hiányosak. És amivel tehát a legtöbb problémám volt, itt van a kockázatelemzés része. Erről is volt szó az előző adásban, hasonló módon, csak más struktúrában szedtem ezt össze. Tehát tulajdonképpen milyen elemzéseket kér a környezetirányítási rendszer tőlünk, alkalmazóktól. És az utolsóval kezdeném, tehát ugye eddig volt a régi szabványban a tényezők hatáselemzése, amelyre az egész rendszer épült korábban is. Viszont ugye megjelent az érdekelt felek elvárásait veszélyeztető kockázat, amely akár a minőségügy, akár bármelyik másik új szabvány szerinti rendszerbe illeszthető, tehát itt is a környezetirányítási rendszerben meg kell néznünk, hogy milyen jogi, milyen egyéb környezeti problémáim lehetnek, amely megakadályozza azt, hogy elérjem a célomat. És ez még nem a környezeti hatás elemzése, hanem bármilyen más tényező. Aztán, ami régen is megvolt, a kockázatelemzés vészhelyzetekre, és ezt nem véletlenül emeltem ide külön, ugyanis nagyon sok esetben a kettő összemosásra kerül a jelenlegi hatáselemzésekben, és itt van az a hiba, amitől kicsit nekem föláll a hátamon a szőr, hogy eleve úgy kezdődik a környezeti hatáselemzés, az a címe a cégnél, hogy környezeti kockázatelemzés. És össze-vissza keveredik a havária, a valós tényező, és visszautalnék István mondatára, hogy annak, ha valaminek nulla a valószínűsége, vagy 100%, ugye ott nincs kockázat, nincs veszély, nincs valószínűség számítás, tehát eleve rossz megközelítés. Majd mutatok el egy táblázatot. Tehát elég annyit megjegyeznünk, hogy legalább háromféle elemzést kell egy környezetirányítási rendszerben végeznünk, amely ugye kapcsolódik a 4.1-es, 4.2-es szabványponthoz, amely kapcsolódik a 6.1.2-höz, illetve a 6.1.1-hez. Mit jelent tehát esetünkben a környezeti hatáselemzés? Ami még esetleg probléma szokott lenni, hogy összekeverik a kormányrendelettel. Ugye van egy jogszabályunk arra, hogyha egy beruházás indul, akkor vizsgáljuk meg a jövőbeni lehetséges környezeti hatásokat. Ez egy környezeti hatásfelmérés, ez nem ugyanaz, mint amit a szabvány kér tőlünk. Ugye a szabványban kért elemzés sokkal egyszerűbb kell, hogy legyen. Hát gondoljunk bele, egy ilyen környezeti hatáselemzés több millió forintba kerül. Most manapság sajnos azt kell mondjam, hogy a szakma felhigulása miatt 1-2 százezer forintért már kiépítenek környezetirányítási rendszereket. Vajon milyen környezeti hatáselemzés fér abba bele? Hát semmilyen. De ezzel sajnos nem tudunk mit kezdeni. Viszont nem összekeverendő a két dolog, tehát van megoldás arra, hogy a tanácsadók nem túl bonyolult rendszer, de hatáselemzés szempontjából megfelelően kidolgozott rendszert építsenek. Hát itt pár lépés látható, nem akarom ezeket felsorolni. A diák megtalálhatók lesznek a weblapon, meg az adatbázisban, tehát ezt bárki elérheti, úgy tudom. Mit jelent a környezeti hatáselemzés életciklus szemlélettel? Ugye a szabvány ezt több helyen kifejti,
Tehát át kell gondolni a szervezetnek a tényezők meghatározásakor az életciklus szemléletet. Hozzá kell kapcsolni. Ugye kihangsúlyozza a szabvány, hogy nem igényel részletes életciklus elemzést ez a tevékenység. Tehát nem kell elővennünk a 14.040-es vagy 41.42-43-as szabványokat, és annak a mentén szépen kidolgozni a életciklus elemzést. Már csak azért sem, mert az előbb említett okok miatt sem idő, se pénz nincs rá. Ahol esetleg ez szóba került, már a tanácsadó tiltakozott, nemhogy a cég. Tehát eleve úgy érezzük, hogy jogos a két pont. Tehát találni kell valami egyszerű megoldást erre. Ugye azt mondja a szabvány, hogy nem kell minden egyes terméket górcső alá venni, hanem lehet ezeket csoportosítani. Miért beszél a termékről a szabvány? Mert az életciklus elemzés alapvetően akkor a legjobb, hogyha termékre alapul. A terméket nézem végig, hogy az ellátási láncban a termék milyen életutat fut be, és ezen életút során milyen szennyeződést okoz a környezetben. Vagy ugye lehet költség oldalról is megközelíteni, és akkor gazdasági szempontból vizsgál. Tehát nem kell, az a lényeg, hogy nem kell teljes életciklus felmérést végezni. Nemhogy valaki ezt vállalja be. Tehát itt van egy, az a cím, hogy megfelelő példa hatáselemzésre, ez se teljesen igaz. Ez viszonylag elfogadható, persze már ennek is vannak hibái. A lényege mi ennek? Tehát egyszer vannak a tényezők, vagy tényező hatáspárok fel vannak sorolva. Most halt meg. Nincs lézer pont. Tehát fel vannak sorolva itt a tényezők az első oszlopban. Ugye van egy jogszabályi megfelelőség, és akkor van egy mennyiségi adatom, amely, ugye visszautalva az előző adásra, a valószínűség szokott ebben a pontban megjelenni, vagy gyakoriság. Na most, hogyha egy gyár valóban használ elektromos áramot, mert elektromos gépei vannak, ugye a nulla valószínűsége van, vagy pedig 100% annak, hogy használ elektromos áramot. Tehát nem kell, nem tudok gyakoriságot mérni, nem tudok valószínűséget mérni. Mit tudok mérni? A villanyóra alapján azt tudom mérni, hogy mennyi az áramfogyasztásom. Igaz? Ez teljesen egyértelmű, és ezen nincs mit filózni. Ez így van. A második paraméter, ami nagyon fontos, ebben az oszlopban látható, gyakorlatilag a hatás súlyossága. Tehát van egy tényező, annak van egy mennyisége, és van egy súlyosság, ami kap valamilyen pontszámot. Most akkor jó a mennyiségi megközelítés, hogyha konkrét számadatokat tudok beírni a táblázatomba. Energiafogyasztás. Ez a 178-as adat, ez azt jelenti, hogy 1.780.000 kWh energiát, áramot fogyasztott ez a cég. Megvan, hogy mennyi papír fogyott, ez egy fiktív nyomdának a elemzése. Meg hogy mennyi papír, az 630 tonna papírt használt fel a termelési eszéhez, és így tovább. És ezeknek a hatását vagy ki tudom gyűjteni az interneten, vagy amilyen szakirodalomból, hogy milyen hatása van a környezetre, vagy ha nem, akkor megpróbálom megbecsülni. Tehát itt még vannak bizonytalansági faktorok. És a kettő szorzatából adódik az, hogy az összpontszámom mennyi lesz, illetve itt még van egy korrekciós tényező, hát itt lehet a felderíthetőség módja, vagy kitettség, vagy ki a hatásviselő, ha esetleg vannak érzékeny csoportok lokálisan, akikre én hatok, akkor ezekkel picit lehet finomítani az elemzést. Illetve ugye a jelentős tényezők kiválasztása a feladat ezzel a táblázattal. Ugye vannak olyan jelentős tényezők, amik mérés nélkül is jelentősek. Ilyen az, hogyha az érdekelt felek panaszkodnak. Mert zaj zavarja őket, akármilyen kicsi is ez a hatás, idézőjelben. Mivel van rá panasz, van külső észrevétel, ezzel muszáj foglalkoznom, tehát ergo jelentős tényezővé válik. Vagy nem felelek meg egy jogi követelménynek, mert a légszennyezés kibocsátásom átlép valamilyen határértéket. Kell vele foglalkoznom? Igen, ergo célokat kell meghatározni, tehát jelentős tényező lesz. Vagy nem ismert a hatásom, tudom, hogy van valami kibocsátásom, de azt sem tudom, hol folyik ki valami, nem tudom megmérni, célokat határozok meg, hogy mérhetővé tegyem, értékelhetővé tegyem, és akkor tudjam azt mondani, hogy ez jelentős, vagy nem jelentős tényező.
Tehát törekedni kell arra, hogy egyszerű legyen a mérésem, ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy nyilván vannak korrekciós tényezők. Kihangsúlyoznám, hogy itt volt tegnap ez a JPE módszert, Józan Paraszti ész, ugye, módszertan, egy ügyvédi irodának nyilván nem kell egy ilyen bonyolult elemzést csinálni, mert két tényezője van, papírfelhasználás, meg mondjuk az energiafelhasználás, amit a számítógépei a három főre elhasználnak, jó, még lehet, hogy van mondjuk kommunális hulladékuk, de fölösleges ilyen táratot készíteni, mert mi lesz a jelentős tényező? A papírfelhasználás, meg az energia. Kész, kifújt. Vagy legfeljebb, hogyha nagyon sok autózás van mögöttük, akkor megfőbb beleszem az üzemanyagot. És kész, ennyi feladatom van. A másik visszakaranyodban az ügyvédi irodáról jut eszembe, hogy olyan is előfordult már, hogy egy ügyvédi iroda azt mondta, vagy valami hasonló kis cég, hogy náluk olyan pici a környezeti hatás, hogy nincs jelentős tényező. Ha kérem szépen, ez is egy óriási hiba, tehát önmagához képest hasonlítjuk a cégeket, és mindig kell legyen nála is jelentős tényező. Mert a Borsod Chemmel mondjuk 2000 ügyvédi iroda ért fel hatás szempontjából, de ha mind a 2000 iroda megteszi a saját dolgát a környezetvédelem területén, akkor nincs probléma. Cseppekről áll a tenger, tehát nyilván mindenkinek meg kell tennie az észszerű intézkedéseket. És a környezeti teljesítményhez egy kis adalék, hogy az összpontszám alapján mondom azt, hogy egy tényező jelentős vagy nem jelentős, és a végén van egy összege valahol lent, amely évről évre, ha következetesen végzem ezt a hatáselemzést, akkor évről évre összehasonlítható egy nominális érték, hogy mennyi az én környezeti hatásom. Az más kérdés, hogy egy fajlagos mutatóval majd később igazi környezeti teljesítményt tudok kimutatni, hiszen önmagában az, hogy ez az érték növekszik vagy csökken, még nem jelenti azt, hogy hatékony voltam, vagy kevésbé voltam hatékony. Ez majd azt jelenti, mert lehet, hogy 10%-kal nőtt az értékem, de kétszer annyit termelek, mint korábban, vagy az előző évben. Tehát a fajlagos mutatókat kell majd a teljesítményértékeléshez alkalmazni. Tovább megyek. Tehát mit jelent esetünkben a hatáselemzés életciklus szemlélettel? Mint ahogy mondtam, nincs egyetlen vagy elfogadott konszenzus abban a vonatkozásban, hogy mi a jó módszer. A szervezet saját maga állapítja meg. Nincs ezzel semmi baj igazából, csak akkor legyen következetes minden évben ugyanazt a módszert, ugyanazokat a számadatokat használja fel az elemzésre. Az más kérdés, hogy ez esetben nem tudjuk összehasonlítani az iparágat, hogy én az iparágon belül hogy állok a környezeti teljesítményemmel. Az meg aztán végképp nem összehasonlítható, hogy más iparágakhoz képest mennyire vagyok szennyező. Miért lenne ez érdekes egyébként? Tudja valaki, meg tudja mondani valaki, hogy a végcélja mi ennek a környezetellátási rendszernek? Tehát én itt erőlködöm, mondjuk egy vasalatárú gyár vagyok, és erőlködöm, hogy én hatékonyabban dolgozzak, megteszek mindent a környezetvédelemért, csökken a szennyező hatásom, de hát mellettem van még másik 30 gyár, akik meg termelnek orva szájba, nyomják ki a szemetet, a veszélyes anyagokat és szennyezik a környezetet. Mi értelme akkor ennek az egész erőlködésnek? Tudná valaki ezt elmondani, megmagyarázni? Tehát globálisan mi értelme van annak, hogy én csökkentem a környezeti hatásomat? Gazdasági oka van. Tehát milyen előnyöm származik abból, hogyha jól működtetem a környezetellátási rendszeremet? Gazdasági előnyöm van. Tudom csökkenteni az önköltséget. Van olyan üzemgyáram, ahol egy év alatt 12 millió forintot tudtunk megtakarítani azzal, hogy tömörítjük a szemetet, és nem naponta viszik el, hanem hetente egyszer. Például. Tehát mi a célom? Hogy a nálam szennyezőbben termelő üzemektől vegyem el a gyártást. Mert én leszek a piacon a nyerő. Mivel csökken az önköltségem, olcsóbban tudom adni a termékemet, és ez azzal jár, hogy kevesebb szennyezést okozok a környezetnek. Tehát igazából ez lenne a végcél. Nyilvánvaló, hogy ezt csak akkor tudom meglépni, hogyha valós környezeti hatásokat tudok mérni. Ez ugyanaz, mint a minőségügyben, hogy mennyi selejt van. Ha nem tudom megmérni, hogy mennyi selejt van, akkor nem tudom kideríteni, hogy hol keletkezik az a sok selejt, és nem tudok rá intézkedéseket hozni.
Jó, menjünk tovább. Az auditokon én is kiemeltem pár hibát, hogy miket találtunk. Ugye, egy tipikus dolog, hogy saját szabályzását nem ismeri a cég. Tehát találunk egy szabályzást valahol a régről, és a táblázat, amit az előbb néztünk, az teljesen más tartalommal bír. Nagyon örülünk neki, hogy egyébként kitalálták nagyjából, hogy mi a jelentős környezeti hatású, de ugye köze nincs a szabályzáshoz. Aztán ami nagyon gyakran előfordult, és nekem ez nagyon megdöbbentő volt, hogy nincs benne az alapanyag a környezeti tényezők sorában. Kifelejtették. Tehát például a vasalatárú gyárban 20 ezer tonna acélt használnak fel évente. Benne se volt a táblázatban. Hát az csak úgy oda rökül, semmi hatása nincs a környezetre. Vagy nem volt benne a késztermék. Tehát ugye most az életciklus szemlélettel, ha gondolkozunk, amikor én eladom a termékemet, annak majd lesz valamilyen életútja, tehát a felhasználásban is van hatása, és majd amikor hulladékká válik, vagy életciklus végi állapotba kerül, akkor is lesz majd egy hatása. Sajnos még mindig él az a szemléletmód, hogyha valami környezetről irányításról beszélünk, vagy környezetvédelemről, akkor az embereknek az jut eszébe, hogy a hulladékot, mikor eldobom, akkor szennyezem a környezetet. És megfeledkezünk arról, hogy a terméket elő kell állítani, annak van egy környezeti hatása, majd amikor felhasználom, akkor is van egy környezeti hatása, és amikor eldobom, ez a hulladék, ez a végállapot, ez a harmadik fejezet, és akkor sokan csak erre gondolnak, amikor környezetvédelemről beszélünk. Tehát például egy hűtőszekrényt megnézünk, a hűtőszekrény előállítása kerül a szennyezési mennyiségben. Az életciklusában a használata, amikor használom a hűtőt, az lehet, hogy 20 év. Jóval nagyobb hatása van, mint a gyártásnak, hogy mennyit fogyaszt majd az energiából ez a hűtőszekrény. És amikor eldobom, akkor megint valami kis hatása van, vagy újra hasznosítom, vagy nem. De a készterméket nem hagyhatom ki az életciklus szemléletből. Ami még probléma, a skála. Tehát 1-től 3-ig bepontozzák a gyakoriságot, ugye, ami egyébként mennyiség kéne, hogy legyen, vagy a valószínűséget. Majd 1-től 3-ig bepontozzák a környezeti tényező súlyosságát. Tehát például, ha én ciánt engedek a Tiszába, meg ecetet, mindegyikből 1 liter. Hogyan tudom egy 3-as skálán bemutatni a károsító hatásukat? Szerintem sehogy. Hogyan tudom beállítani a 3-as skálán a 20 ezer tonna acél felhasználását, meg a 8 toner per év felhasználást egy 3-as skálán? Arról nem is beszélve, hogy ha következő évben javítok 10%-ot a teljesítményemben, akkor ezt hogy mutatom be a 3-as skálán? Nagyon nehezen. Akkor mondjuk a toner kap 1-est, a 20 ezer tonna vas meg kap egy 3-ast. Tehát ezért javasolnám azt, hogy mindig a mennyiségeket írjuk be a táblázatba, és azzal szorozzunk. Ugye szokott olyan példa lenni, hogy mesélik, hogy aki fogyókúrázni akar, annak kis kalóriatartalmú ételt kell enni, és lehetőleg keveset. És akkor megy a hölgy a doktorhoz, hogy a doktor úr, hát mondta, hogy egyek narancsot a fogyókúra gyanánt, és hiába eszem 2 hete a narancsot, nem fogyok. Hát eszik már lette mást is? Nem eszem mást. Hát akkor mennyit eszik naponta ebből a narancsból? 100 darabot. És akkor nyilván nem tud lefogyni, mert kicsi ugyan a hatása a súlygyarapodásra a narancsnak, de ha sokat eszek belőle, akkor ugye übereli a mennyiséget, vagyis a hatás nagyságát. Tehát az ecet ugyan kevésbé szennyezi a Tiszát, mint a cián vegyület, de ha ecetből 8000 tonnát engedek bele a Tiszába, a ciánból meg 1 cseppet, akkor nyilván az ecetnek lesz nagyobb a hatása. De itt csak 2 összefüggés van, a mennyiség és a hatás nagysága. Ha ezt a szorzatot meg tudom fogni, akkor már nem állok messze attól, hogy mi a környezeti hatásom. Tehát a valós skála az minimum 100-as legyen, vagy 100-as skálára osszuk be, vagy pedig gyakorlatilag végtelen, amekkora mennyiséget elhasználok energiából, megazsúlba, gigazsúlba, vagy amennyi hulladékot kibocsátok tonnába, és így tovább. Tehát ezek mérhető adatok, nem kell valószínűsíteni, meg misztifikálni, egyszerű mérésen alapul. Ugye volt róla az, hogy kockázatként kezelik a hatásokat, hatást nem okozó tulajdonságokat magasztalnak. Például találtam olyan elemzést, hogy
a táblázatban oszlop volt arra, és szorzóként szerepelt, hogy mi a hatástényező belső megítélése. Most bocsánat, hogyha ciánt engedek a Tiszába, és azt mondja a cég, hogy szerintünk ez nem probléma, akkor nem dőlenek meg a halak? Tehát van releváns hatása, a környezeti hatása annak, hogy mi a megítélése kívülről vagy belülről a környezeti tényezőnek? Nincs. Tehát ezeket hagyjuk el, és csak bonyolítja a táblázatunkat. Haváriákat nem veszik figyelembe, vagy pedig nem veszik szét. Lehet egy táblázatba feldolgozni, csak akkor legyen elkülönítve és látható legyen, hogy melyik a normál működésből származó hatásom, és melyik a nem normál működésből származó hatásom. Apropó, a normál működésbe beletartozik az éves karbantartás, az éves nagy takarítás, mert ezek is kiszámíthatóak. Nem havária esemény, hogy takarítunk. Nem havária esemény, hogy van egy nagy karbantartás. Ha az, akkor elég nagy baj, ugye? Tehát ezek kiszámíthatók és mérhetők, és sokszor nem is kell mérni, mert ott van a villanyóra, a gázóra, van a anyagmérlegem, tudom, hogy mit vettem, és nem kell számolgatni, meg becsülgetni, hogy mi van a kibocsátásom, hogyha elfogyott az izopropil alkohol 8 köbméter, akkor 8 köbméter ment ki a levegőben, nem kell kalkulálgatnom, annyit vásároltam, és már nincs a raktáron egy csepp se. Tehát nem kell ezeket misztifikálni. Érdekel felek igényei esetleg kimaradtak, ugye, hogy most akkor zavarja őket, volt-e reklamáció. És olyat is láttam, hogy a 3-as skálán felmutatott értékek nem szorzatok lettek, hanem összeadták őket. Az is megint érdekes hozzáállás. Aztán van egy pár olyan dolog, ami nem annyira fontos. És ugye sok cég nem ismeri, vagy nem érti, hogy mit kell tenni az életciklus szemlélettel. Volt olyan cégünk, ahol azt mondta a felkészítő, a tanácsadó, vagy az ottani szakember, hogy nincs ráhatásunk az életciklus elemzésre, ezért ezzel nem foglalkozunk. Ugye ez megint fura megállapítás. Nyilván lehet hatásunk az életciklusra, vagy legalábbis át tudjuk nézni, hogy hogy alakul az élete a terméknek. Na nézzük meg, hogy a szabvány hol és mit ír. Egy perc. Tehát gyorsan átfutok, életciklus szemlélet segítségével ugye kell feltérképeznünk. A 2-es, 0-2-es paragrafusban, az 1-esbe gondoljuk át az életciklus szemléletet. Megfogalmazása benne van a szabványban, hogy mi ez tulajdonképpen. A környezeti tényezők felmérésénél, a hatáselemzésnél is igénybe kell venni ezt a szemléletet. Sajnos ugye ez keveredik, az előbb mondtam pár példát erre, hogy ez mit jelent. A 8-as fejezetben, a 8-1-8-2-ben, mind a kettőben előjön, tehát nagyon is van hatásom a környezeti hatáselemzésen belül, vagy majd később a működésben az életciklus szemléletre, például tervezésfejlesztési szakaszban. A legtöbbet spórolni a tervezők tudnak a termék tervezésekor a környezeti hatásokon, mert ha kevesebb anyag kell, ha könnyebben legyártani, kevesebb energiát kell felhasználni, már sokat nyertünk. Aztán a beszerzés, nem is akarom taglalni, nyilván egyforma, vagy érthető. És amikor én értékesítem a termékemet, átadom a vevőnek, vagy a felhasználónak, akkor adjak információt ahhoz, hogy hogyan kell úgy használni a terméket, hogy az minél kevésbé szennyezzen, kevesebb energiát fogyasszon, és amikor majd eldobom, mire kell figyelni, hogy ne legyen káros. Sajnos még elég sok diánk van. A melléklet is kitér erre a területre. Ugye említettem a szabványt, a 40-től 43-ig ez 4 szabvány foglalkozik az életciklus elemzéssel. Hogy egyszerű módon megközelíthető legyen, egyszerű, ha felírjuk a termékünk életútját a bányászástól vagy a termeléstől a kukába dobásig. És mindenhol meg lehet állapítani, hogy van energiafogyasztás, van-e valamilyen kitétel, mennyiség, és akkor ez alapján, amíg nálunk van, mondjuk én vagyok a gyártó, azon belül van rá hatásom, a többire pedig megpróbálok valamilyen megoldást találni. Ez a séma egyébként a T-Food élelmiszerbiztonság, vagy élelmiszer nyomonkövetési rendszerrel ennek az ábrája, és ha valaki élelmiszeres cégtől van, akkor szívesen fogadom az érdeklődést ezügyben. Jó, itt is egy ilyen séma, ugyanaz majdnem csak másképp felrajzolva, tehát a nyersanyag kitermeléstől a hulladékká válásig. Ugye a régi rendszerben egy területtel foglalkoztunk, a gyártással, jó esetben 3-mal, tehát mondjuk az anyagelőállítás, gyártás, kereskedelem,
de nem tudtuk, vagy nem akartuk, nem néztük át az egész életciklust. Ami még itt gyorsan átfuttandó, egy mosópor életútja, feldolgozva a lépéseket és a környezeti hatás kategóriákat, tehát látható az, hogy az összetevők előállítása okoz valamilyen környezeti hatást, a termelés, a csomagolás, a felforgalmazás alig okoz valamit, a felhasználás során viszont rendkívül nagy hatásokat látunk, illetve a hulladékká válás, amikor ugye a szennyvíz bekerül a csatornarendszerbe, ugye a vízszennyezés a legnagyobb hatása. Tehát nem tudunk hasraütésszerűen megalapítani dolgokat, ha nem mérjük meg, akkor látható, hogy milyen nagy különbségek vannak egyes fejezetek között. És a hatás kategóriákat kell figyelembe vennünk. Vagy az acélgyártásnál, ugye nagyon sokan arra gondolnak, hogy a karbon lábnyom az milyen jó mutatószám és hogy mennyire fontos dolog, ez így igaz. De például az acél előállítása környezeti hatás szempontjából a üvegházhatású gázok mindössze 1%-ot képviselnek, és a toxicitás a 90%-a az előállítás káros hatásának. Megint csak olyan adat, amit föl kéne használnunk a hatáselemzésben. Ugye mire lehet használni? Említettem a gazdasági és a környezeti hatás nagyságának meghatározását az LCA módszerrel. Néhány példa, ami interneten elérhető. És itt vannak a módszerek, csak gyorsan felsorolva, én az utóbbi kettőt szeretném javasolni, termékalapú megközelítés, életciklus elemzéssel kombinálva, anyagmérleg alapú pedig az életciklus elemzéssel kombinálva. Ezek lennének üdvözítőek, és akkor mindjárt befejezem. Mi magunk is végzünk öntudatunk is ilyen elemzéseket, amikor autót vásárolunk, mennyi az ára, mennyi a fenntartása, mennyi a fogyasztás, a szervizköltség, amortizáció, értékesítés, meg mennyi lehet. Tehát már végzünk egy életciklus elemzést, mikor autót veszünk, vagy bármilyen nagyobb gépen. Jó, ezt a módszert pedig most már nem tudom akkor elmondani ezek szerint. Megtalálják a neten, vagy az adatbázisba, úgyhogy hát ahogy látható, hogy elég nagy témakör, és elég sok idő kellene ahhoz, hogy ezeket részletesen kifejtsük. Összefoglalva tehát az lenne a kérésem, hogy akit érdekel a téma, keressen meg bennünket, dolgozunk a Soproni Egyetemen a környezetirányítási tanszéken, kell együtt azon, hogy tudjunk egy olyan környezeti hatáselemzést kidolgozni, ami mondjuk mindenkinek elfogadható, vagy könnyen alkalmazható. Elég reménytelen egyelőre a felállás, de nem adjuk fel. Jó, köszönöm a figyelmet!